gondolom, hogy a Dörmögő Dömötör egy külön életet él, hiszen ez az az újság, ez az a brand, ami évtizedek óta jelen van Magyarországon. A nagypapa, nagymama ezen nevelkedett, és bizony szeretik, hogyha az unoka is szereti. Sokan megdöbbennek és kérdezik, te jó ég, még van Dörmögő Dömötör? Van, és ez a kezdeményezés, hogy csináljunk egy diafilmet, beleillik abba a folyamatba, ami mostanában indult el, és nagyon boldog vagyok, büszke vagyok, hogy összejött ez a kapcsolat. Maga a diafilm szerintem a rajzoktól kezdve a mesén át tökéletes, szép, eladható a szónak pozitív értelmében. Nem gazdasági értelmében, hanem olyan, amit a gyerekek szeretnek. Van egy olvasóközönsége, van egy stabil olvasottsága, és mi ezt akarjuk szép, lassan, nyugodtan fejleszteni. A diafilm az most az egyik ilyen lépés, és húsvétkor megnyílik a közelben az Oktogonon az állandó Dörmögő Dömötör bábszínház. Lesz hangos könyv, lesz e-könyv, szintén Dörmögő Dömötör. Tehát megpróbáljuk azokat az újabb lehetőségeket, amit a technika és a tudomány ad ma, anélkül, hogy az alap dolgokon változtatni szeretnénk. Tehát a Dörmögő Dömötör továbbra is családközpontuság, vidámság és a természet szeretete. De ez szerintem a diafilmen is visszaköszönt. 90-es évek elején volt. Annak idején én vásároltam meg az előtt kiadótól a Dörmögő Dömötör, tehát fontosnak tartom. Petra lányom a főszerkesztő, aki nagy érzéssel, tapasztalattal szerkeszti számról számra az újságot. Olyan remek rajzolókkal tudtam még régebben együtt dolgozni, mint Targai Attila, de a jelenlegi Haui féle rajzok fantasztikusak. Egyszerűen jó ránézni, sugárzik belőle minden, ami a Dörmögő lényege. Ez egy olyan kulturális érték Magyarországon, amit egyszerűen nem szabad nem megőrizni. Tehát mi azon dolgozunk, hogy ez még sokáig éljen és fennmaradjon.